Ellenzéki vezetésű megyei jogú városok polgármesterei találkoztak Dunaújvárosban. Tankerületi vidám anyanyelvi vetélkedőt rendeztek a Petőfi iskolában. Euróliga negyed döntőn szerepelt szombaton a helyi vízilabda csapat. Üdvözlöm Önöket, ez a Dunaújváros Televízió híradója. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Február 11-én 17 órától a Városháza Cészárnyának házasságkötő termében közmeghallgatást tart Dunaújváros megyei jogú város képviselőtestülete. Az ülés tárgya a 2019-ben elvégzett helyi közfeladatok ellátásának ismertetése, valamint a 2020-ban elvégzendő városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel és közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos tervek bemutatása. Az ülésre várnak minden érdeklődő dunaújvárosi polgárt. Az ellenzéki vezetésű megyei jogú városok polgármesterei Dunaújvárosban találkoztak újra február 8-án. A délelőtti egyeztetéseket követően közös beszélgetésre invitálták a lakókat a Városháza térre. Szombat délelőtt az ellenzéki vezetésű megyei jogú városok polgármesterei találkoztak Dunaújvárosban. A polgármesterek egyeztettek Cseh Katalinnal, a Momentum EP képviselőjével, a Renew Europe frakciójának alelnökével. Az EP képviselő előadásában beszámolt a 2021-től 2027-es költségvetési ciklus előkészítésének állásáról és a közvetlen EU pályázatok lehetőségéről. Ennek kapcsán egy közleményt is kiadtak, miszerint a megyei jogú városok polgármesterei kiálltak az önkormányzatok önállóságáért. Ennek értelmében felszólítják a kormányzatot, hogy a következő EU költségvetési ciklusban a kormány támogassa a közvetlen brüsszeli források pályázhatóságának bővítését, a kormányzati elosztású források döntő részét pedig az önkormányzatokkal együttműködve regionális programok keretében arányosan használja fel, és a tervezett iparűzési adó változtatásával ne lehetetlenítsék el az önkormányzatok működését, valamint olyan a lakosság számára létfontosságú feladatokat, mint a tömegközlekedés, az úthálózat fejlesztése vagy a szociális ellátórendszer működtetése. Aznap délután pedig Botka Lászlóval, Szeged polgármesterével, illetve Márki-Zay Péterrel, Hódmezővásárhely első emberével találkozhattak a dunaújvárosiak a Városháza téren. Az egész napot Dunaújvárosban töltöttem, és hát lenyűgöző az új polgármester és új városvezetés felkészültsége, és az, hogy hosszú időre, sok-sok évre nagyon konkrét terveik vannak a város jövőjével kapcsolatban. És ha már itt vagyok, itt voltam polgármester kollégákkal együtt, akkor természetesen szeretném arra biztatni a dunaújvárosiakat, hogy ő vasárnap minél többen szavazzanak Kálló Gergelyre, hiszen ő egy olyan országgyűlési képviselő lesz, aki nagyon sokat fog tudni tenni Dunaújváros fejlődéséért. Az egész ország számára fontos. Először is ez egy rendkívüli esemény, hiszen országgyűlési választáson ebben a formában először fogjuk próbára tenni az összefogást, az együttműködést. Én nagyon remélem, hogy sikerrel. Mindenesetre jó előjelnek tűnik az, hogy a Fidesz nem saját névvel vállalt jelölttel indult. A közös beszélgetésen és teázáson részt vett Kálló Gergely, az összefogás országgyűlési képviselőjelöltje is, aki a február 16-ai választás fontosságára hívta fel a figyelmet. Sokan mondják, hogy az ellenzéki összefogás győzött, de szerintem nem az ellenzéki összefogás győzött október 13-án, hanem a pártok, illetve a párbeszéd a pártok között. Ez egy nagyon fontos, hogy én nem is igazából ellenzéki összefogásnak gondolom ezt, hanem a párbeszéd összefogásának gondolom ezt a szövetséget, és ezért hívtuk ki ide a dunaújvárosiakat is, hiszen most 10 megyei jogú város polgármestere jött el Dunaújvárosba egy beszélgetésre, és szerettük volna, hogyha az itt lakókkal is folytatunk egyfajta párbeszédet az elképzeléseinkről, az összefogásról, a jövőről és a jövőbeli terveinkről, és ezért hívtuk ide a dunaújvárosiakat, hogy beszélgethessünk együtt a politikusokkal, és egy párbeszédet folytassunk egymással. Az eseményen kötetlenül beszélgethettek a kilátogatók Pintér Tamás polgármesterrel és több képviselővel is. A dunaújvárosi Petőfi Sándor általános iskola vezetése elsődleges feladatnak tekinti a hagyományok ápolását, melynek egyében minden évben meghívják a városi és környékbeli iskolák negyedik osztályos diákjait egy játékos, az anyanyelvet nem csak lexikális formájában feldolgozó versenyre. A tankerületi vidám anyanyelvi vetélkedőn arra szánták a délutánt, hogy olyan élményeket adjanak a diákoknak, melyekkel még közelebb kerülnek a nyelvrejtett és kevésbé ismert szépségeihez.
Vidám anyanyelvi vetelkedőre invitálták a városi és városkörnyéki negyedik évfolyamos diákokat a Petőfi Sándor általános iskolában. Az évente megrendezett eseményen játékos formában dolgozzák fel anyanyelvünket, így a résztvevő 7 iskolából érkezett tanulók közelebb kerülhetnek nyelvünk rejtett szépségeihez. A tanárunk tapasztalatból olyan feladatokat adott, amik szoktak lenni, és szerintem a versenyen olyan feladatok lesznek, amik a képzeletünket kell hozzá használni, de viszont megmozgatják az agyunkat is. A rendezvény részleteiről Gálosfai Tímea intézményvezető helyettes számolt be. Itt 3 fős csapatokat vártunk a mai rendezvényre, és ezek a negyedikes diákok úgy gondoljuk, hogy már győztesként érkeznek, hiszen a legjobbak kerülnek ebbe a megmérettetésbe. A résztvevő 7 iskola mindenképpen arra számíthat, hogy egy nagyon kellemes, barátságos és vidám légkör lesz. Nem azt szeretnénk, hogy azt mondják meg, hogy most egy szót pontos éve, vagy elipszilons éve kell írni, hiszen erre ott vannak a felmérők és az iskolai dolgozatok. Azt szeretnénk, ha jól éreznék magukat, és hát ha már verseny, akkor nézzük meg, hogy kik a legjobbak. Gálosfai Tímea hozzátette, az egész délutános eseményen a diákok rejtvényeket fejtettek, villámkérdésekre válaszoltak, illetve fejtörőkön adtak számot általános műveltségükről és gyorsaságukról. Erősen tartalék csapattal, sok hiányzóval, de óriásit küzdve érte a 11-11-es döntetlent az Uralocska elleni Euroliga negyed döntő első felvonásán a Dualmarx Graphics női vízilabda csapat. A mérkőzés után sajtótájékoztatón értékelték a két klub teljesítményét. Az Euroliga negyed döntőjének első mérkőzésén látta vendégül az orosz Uralocska gárdáját február 8-án a Dualmarx Graphics női vízilabda csapata. Mihók Attila tanítványai nem a legjobb előjelekkel várták az összecsapást, ugyanis Gurisatti Gréta új sérülés miatt hiányzott a csapatból, bár a közelmúltban betegséggel bajlódó meghatározó játékosok ott voltak a keretben, erősen kérdéses volt, hogy mennyi játékidőt tudnak vállalni a remek erőben lévő ellenféllel szemben. Végül hatalmas bravúrral 11-11-es döntetlennel ért véget az összecsapás. Mihók Attila, a hazai csapat vezetőedzője, sajtótájékoztatón értékelte a mérkőzést. Számunkra is egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés volt egy olyan csapat ellen, aki az elmúlt fordulókban a magyar ligának a top csapatait viszonylag magabiztosan győzte le. Ebből adódóan nagyon-nagyon rossz jel volt számunkra az, hogy Gréta és Bridzsi szinte egyáltalán nem tudott játszani. A Vályi Vandát is csak rövid időszakokra tudtuk betenni, illetve mertük betenni. Azért a mi játékos állományunk meghatározó játékosairól van szó. A vezetőedző az elvárásokról is beszélt. Az előzetes elvárás az az volt, hogy egy olyan eredményt érjünk el ezen a mérkőzésen, hogy a visszavágón legyen esélyünk. Én azt gondolom, hogy ezt maradéktalanul megoldották a játékosaim. Büszke vagyok rájuk, és ők is büszkék lehetnek magukra. És a továbbiakban ennek megfelelően talán sokkal nagyobb hittel és önbizalommal állhatnak a mérkőzésekhez. Megmaradt a továbbítási esélyünk, és mindent megteszünk azért, hogy ezzel éljünk is. A március 28-ai visszavágót a hazai előny miatt az oroszok várhatják valamivel kedvezőbb helyzetben, ám addigra remélhetőleg már a mieink is a legjobb összeállításukban vehetik fel a harcot ellenfelükkel. Híradónk végére értünk, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A dstv.hu weboldalon újra megtekinthetik műsorainkat. Tartsanak velünk a hét többi napján is, viszontlátásra!